Na helló, srácok! Zsibvásáros, telefonsimogató. Iszonyatosan sok telefon vár arra, hogy megnézzem őket. Nagyjából egy ilyen 70-80 darab, két nagy dobozban vannak. Zsibvásár, ez meg ajándékba kaptam. Igazából őrá vagyok a legjobban begerjedve, ugyanis ilyen nem volt régen, és mocskosul szerettem. Ám bár az akkumulátora az nem kecsegtet túl sok jóval. Na mindegy, hát megnézzük, hogy tudunk-e tölteni rajta. Bár olyan púpos, mint Quasimodo. Bocs, hogy piszkos a kezem, előzőleg a Simpson berheltem. Ugyanis életemben először ott hagyott, arról is lesz videó, ha minden igaz. Már hát videóztam azt is, hogy toltam haza. És ha jól emlékszem, nekem van egy ugyanilyen telefonom. Nem. Csak azt hittem, hogy ugyanolyan, de ez kisebb. Mármint ez az új. És hogy mi a különbség a kettő között, az egyik típusa az SGH-E710, a másik pedig olyan apró, hogy nem látom, SGH-M300. Ja, akkor nekem ilyenem volt régen, és nem ilyenem. Csak ilyen színben. Hát igen, ez látott már szebb napokat ez a mobil, meg egyébként úgy összességében a gyűjtemény is, mert hát mindjárt előveszek egy telefont megmutatni, hogy gyakorlatilag most a gyűjtemény milyen állapotban van. Ilyenben. Ugyanis egyáltalán nincs időm vele foglalkozni, sem törölgetni, sem semmi, és ezt helyettem nem törli le senki. Hát, ja. Gyakorlatilag az összes készülék így néz ki. Igazából mocskosul ráférne, hogy ezt rendbe rakjam. De hát az idő a legjobban hiányos mostanában. Na mindegy. Ja, közben még ezt is a zsebén lőttem, bár igazából akkor megmutatom ezt a dobozt nektek gyorsan. Á, nem spoiler ezek, mert itt azt van minden. Jó, engedjük most azt a dobozt el. Nézzük át a Nokiákat, hogy mi van ezekkel a készülékekkel. Ezt azért vettem meg, mert hogy látjátok, piszkos szép állapotban van. Persze gondolom egyik sem fog bekapcsolni. Ennek legalább villant egyet a kijelzője, de nézzük legalább töltést veszi-e. Aha. Annyira túl van merülve, hogy kibe kapcsolgat. Ezt egy picit hagyjuk így. Lehet, hogy előveszek még egy Nokia töltőt, és akkor... Hát, hogy Istenért nem találtam másik töltőt. Most bent kint van körülbelül 40 darab, de én már ki nem megyek érte. Közben ez kezdett annyira magához térni, hogy már nincs minden egyes periódusnál a csíkozódás. Na jó, nézzük egy másikat, hogy ad-e életjelet, mert még ki se tudtam próbálni őket. Hú, micsoda utángyári aksi van benne. Na nézzük. Hát ez gyakorlatilag szerintem fullra túl van merülve, de egész szép állapotban van ez is. Sajnos a 33-10-eseket nem tudom ott hagyni. Nézzük, ez mi is volt? 51-10, ha jól emlékszem. Igen, 51-10. Hát ilyen gyönyörű, szép sasos kivitelben. Na, gyerekek! Ó, mit akartok? Szimkártyát helyezze be? Jó. Akkor ezt tudjuk, hogy ebbe ha teszek egy kártyát, akkor tudunk vele bajlódni. Na, ilyet viszont még nem láttam ebben a színben. És ez is egy, hát viszonylag tűrhető állapotú készülék. Adjunk neki tápot. És lássunk csodát.
Ez is túl van merülve. Ne, veszi a töltést. Vagy nem. Hát ez még nem akar tölteni, csak amennyi töltés volt az akuban. Ja, ez mintha nem akarna tölteni. Aha, de tölt. Ennek töltő csatlakozó kontakt hibája lesz, ha jól érzékelem. Nem, most kezdte elvenni a töltést. Bekapcsolni nem hajlandó. Hagyjuk rá egy kicsit. Hanem, engem nagyon érdekel ez a készülék. Már nem emlékszem, hogy melyik töltő volt hozzá jó. Hát nem ez, hanem ez. Nem is ez. Ó, nem áll, nem lesz hozzá töltő. Ördög és pokol. Ja. De jó, hogy régen így csinálták, hogy minden telefonhoz más töltő volt jó. Megérte. De ez is egyébként egy szép állapotban megmaradt készülék. Kár az aksiáért. Nézzük, most már beindul a kis kékség. Aha. Jó, töltsé babám. Egy ilyen Nokia-n már mintha lenne korábbról. Meg öcsémtől kaptam. Ez egy ilyen nagyon fura rendszerrel működik. És ha jól emlékszem, igen, van itt egy ilyen USB csatia. És én szentül meg voltam győződve, hogy majd én innen töltöm. De nem, onnan nem tölt. Rám szóltak a kedves nézők, hogy ő ott a töltőcsatlakozó is, onnan próbálja meg tölteni, és higgyem el, hogy menni fog, és igazuk is lett, ment. Na nézzük, mi ez a Samsung. Hát te ki vagy. Kapcsoljuk be. Imádom az ilyen régi cuccokat, remélem valami Android 4.4 vagy valami ilyesmi van rajta. Bár sejtésem szerint ez is olyan szinten túl lesz merülve, hogy ez a büdös életben nem fogja a töltést felvenni. Egy szép Sony. Bár a Sonicot sose szerettem, mert olyan szinten le van zárva a bootloaderük, hogy nem lehet vele semmit sem kezdeni. Én meg mindig is szerettem szoftverezgetni ezeket. Prestigio. A kolléganőmtől kaptam ezt a telefont, és ezek a Prestigio telefonok egyébként akkor, amikor ezek mentek, egy ilyen szép telefonnak számítottak, csak annyira rosszak voltak, hogy ezt elmondani nem lehet. Iszonyatosan rossz minőségű készülékek voltak, mindig baj volt velük. Hát... És ráadásul ez már az a verzió, aminek nem lehet leszedni a hátulját. De nézzétek meg, üveg hátlapját, pedig ez régi telefon, ez még az Android hőskora volt. Van itt egy Microsoftos telefon, ahogy látom, rommá törve a kijelzője, hogy mutassam nektek, hogy ti is lássátok. Hogy tudnám? Aha, ott látszódik, hogy szará van törve. Úgyhogy ezt is engedjük, meg van itt még egy Nokia. Nokia. Na jó, dobjunk kártyát ebbe például, vagyis még ezeket meg se néztük. Nézzük a 3410 mit reagál. Hát nagyon semmit. De... Ha már itt van ez a telefon, ebben töltsük föl ezt az aksit, ha ez már vesz föl töltést. És akkor ezzel tudunk operálni ezzel az akuval, mert ugye ez mindegyikben jó lesz. Na, hozok egy SIM kártyát, és akkor belehajtjuk.
Ezt nézzétek, közben a Prestigio életre kelt, és egyébként a kijelzője is meglehetősen jó. Szóval, hogy igen, eltekintve a rossz, gyenge minőségtől, azért milyen betekintési szöge van már ennek a kijelzőnek, de maga a telefon már szoftveresen meg egy hulladék volt, állandóan baja volt. Na, közben itt nyomatom az itt a piros, hol a piros ezekkel a aksikkal és töltőkkel, hogy melyik hajlandó most elindulni, meg tölteni. De lehet, hogy berágok, és a vége az lesz, hogy fogom egy labortáptal az egyiket megrugom. Mert hogy nem igazán akar egyik sem. De az is lesz, ezt most feléleztem, és visszajövünk. És csak hogy lássátok, hogy nem a levegőbe beszélek, ez a telefon képes volt töltés közben megfagyni. Erről a szoftveres gyengeségről beszéltem, hogy kész, ez megfagyott. És egy csomószor az volt a jellemző ezekre a telefonokra, hogy vagy állandóan újraindult, vagy annyira lefagyott, hogy egyszerűen nem lehetett kikapcsolni. Pedig alapvetően tök jó design, ugye a nőknek ez mocskosul tetszett akkor, hogy végre van egy szép telefon, ami olcsó is, és sokan beleszaladtak ebbe annó. Az én ismerősi körömből is. Na hát, ha elkezd újra tölteni. Na, közben ezt meg megrugattam, és raktam bele egy vodás kártyát. Csak még nem töltött eleget. Jó, akkor várunk egy kicsit, hogy ez összeszedje magát, és akkor majd utána megnézzük, ha töltsön egy kicsit, bár ez az akku is púpos, ami benne van, de igazából az összes lítium akku, amit itt találhatunk. Hú, micsoda után gyári akku ez is. De sajnos, hát érzésre ez is egy kicsit púpos. És azt hiszem még van itt ebben egy akku. Hú, még talán ez a legreménytelibb egy gyári aksi. Egyébként a gyári aksik érdekes módon túlélik ezeket a dolgokat. Ebben van akku? Ebben nincs. Gondolom ez. Hú, itt egy régi NIMH batéria. Egyébként sokszor ezeket könnyebb visszahozni az életbe. Bár, hát a fene se tudja, a lipó is sokszor egész jól megúszza. Vagy lítium ion, bocsánat. Lipó. Ezért miatt mondom a lipót állandóan, hogy régebben RC-ztem, és ott lipóakukat használtunk. Hát az NIMH az nem hajlandó felébredni, de ezen segítünk már is. Közben elkezdtem tölteni ezt a 3210-es, mert ő legalább veszi a töltést, meg ezt egy három gombos gombkombinációval elindítottam. És idáig jutottunk, hogy beléptünk a recovery módba. És... ó, de hülye vagyok, újraindítottam a rendszert. Lefele gombot kellett volna nyomni. Akkor nézzük meg, hogy hova indul újra. De egyébként szerintem ennek a szoftvere teljesen összehányta magát. Ja. Szerintem ennek meg van sérülve a bootloadere. Habár annyira megsérülve nem lehet, mert hogy recovery-ja megvan. Megpróbálom rajta újra rakni a rendszert. Na. Ja. Régen mániám volt minden telefonra másik szoftvert rakni. Erre is biztos, hogy volt valami jobb szoftver a gyárinál, mert a gyári az olyan trágya, mint a seggem. 2 forintot nem ér. Na nézzük, azt mondja, hogy... már megint ezt nyomtam, nem a lefele gombot, hát nem igaz.
idegesítő egy valami ez a telefon. És rendesen felhúztam rajta magamat. Közben megtaláltam, hogy én mire gondoltam. Az E700-as volt az a legendás telefon, ami nekem korábban is volt. Na most miért nem fókuszálsz? Eddig fókuszáltál szépen. Most mondjál nekem valaki, hogy néha miért csinálja ezt, utána eldobja a fókuszt. Na szóval ilyen nem volt régen, és imádtam azt a készüléket. Nem nagyon akar ez a videózás ma összejönni, de ez egy kb. Olyan nap is volt, hogy semmi nem akart összejönni. Hát, ha ez összejön. Na nézzünk bele, mi van egy ilyen 32-10-esben. Na. Ti-ti-tin-tin-tin. Ó, de jó ez a menü, Istenem. Én imádom ezt a telefont. Meghallgatunk egy csengő hangot, gyerekek, csak lehalkítom, hogy ne lehetőleg a leghangosabb legyen. Jó van, próbálj meg megnyugodni, tesó. Klasszik. Ezt imádtam. Mai napig így csörög a telefonom. Mindig néznek. Erről mindig az elektrotechnika tanára, mint eszembe így csörgött a telefonja, és egy egész osztály kezdte el fütyülni, mikor órán megszólalt a telefonja. Ezt hagyom tölteni egy kicsit. Nem, sőt, nem is hagyom tölteni, minden áron egy 33-10-est akarok beüzemelni, hiszen csak az a stikkem. Szóval várjunk egy kicsit, meg... Ó, mi történt itt? Mi történt itt? Factory mód. Na, ez egy fura módban indult el most. Én igazából egy recovery módot szeretnék elindítani rajta, és akkor újra tudnám rakni rajta a szoftvert. Csak ugye ez most seki, sebe nem akar kapcsolni. Sebe, senyű. Ő most tesztelni akar, de én meg nem akarom, hogy teszteljen. Akkor megkapcsoljuk így. Ha bekapcsolna. Na jó, erre gyúrunk még egy kicsit. Csak piszkálja a fantáziámat ez a Prestigio telefon, és hogy ilyen bootloopban van, sőt, hát nem is bootloop, mert egyébként itt megáll a bootolásban a történet, de nem akarom elhinni, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni. És minden áron be akarok lépni a recovery-be, de most meg már nem sikerül. Mert ha be tudnék lépni a recovery-be, újra tudnám rakni rajta a szoftvert, akkor ez egy használható telefon lenne, már amennyire egy ilyen telefon használható 2022-ben. Hát gyakorlatilag semennyire sem, de bármint úgy értem, hogy használható, hogy működik, bekapcsol.
Mindjárt rákényszerítem én, hogy belépjen nekem a recovery-be. Ugye sokkal könnyebb lenne, hogyha kivehető lenne az akku, és mindig újra tudnám indítani. Na te meg most miért nem töltesz? Eddig töltött, már most nem akaródzik neki tölteni. Én raktam bele kártyát. Na, ő meg belépett a recovery-be. Mutatom nektek, hogy mi a történet. Csinálunk egy olyat, hogy wipe data factory reset. Meg wipe-olunk egy cache-t is. És szerény véleményem szerint, hogyha ezzel megvagyunk, akkor ennek mennie kéne. Elég lassan wipe-olja a történetet, ennek sokkal gyorsabban kéne, hogy menjen. Elképzelt, hogy megsérült az ECD, vagy EEC, vagy hogy is van ezeknek a memóriája, már nem tudom. EECD? Tököm se tudja. Rég volt már, amikor ezzel foglalkoztam. De ennél mindenképpen gyorsabban kéne, hogy wipe-oljon. Mert ez így lófasz a hideg vízbe. Hát ez meg nem akaródzik neki tölteni. Eddig töltött. Beleraktam a kártyát, hogy kipróbáljuk, és megszűnt létezni a sztori. Úgyhogy gyakorlatilag ez a videó egy ilyen önmagát farokba harapó kígyó lett. Mert hogy gyakorlatilag semmiről sem szól. Szia, apuci! Hello! És csak bekapcsolt. De szép! Istenem, de gyönyörű! Tudjuk! Mindig rámegyek a csengő hangokra egyből. Nézzük, miket írtak bele. Hogy is volt ez hangszerkesztő? Hú. Hát ez nem sok, viszont kevés. És ha jól láttam, a többi meg empty. Jó. Hát igazából ez egy klasszik mobil, nem lett hozzányúlva a menüjéhez. Nézzük, mi a rekord a kígyóban. Korrekt. Hopp. 2002. 7. hó 5-e. A gyártási dátum. Van benne valami? Megmaradt SMS. Hopsz, ezt így nem. Jó, ezeket majd akkor szépen kitöröljük. Na minden esetre beindult. Ez is működik. Ha jól érzékeltem, a nulla gombja az nem túl határozott. Hát ezeket majd szét kell szedegetni, és meg kell takarítani a már előzőleg mutatott módokon. Úgyhogy gyakorlatilag akkor ez is működik, és ha ezzel az aksival most bekapcsol ez a telefon, sőt, így is marad, de figyelj már! Minden esetre ebben az akuban van annyi töltés szerintem, hogy ki tudjuk próbálni, hogy egy 34-10-es bekapcsol. Ennek már olyan rég láttam a menüjét. Bárhogy én őszinte egyek, nekem ez a telefon sosem tetszett. Nincs szín, de majd lesz. Na jó, ezt még kipróbáljuk, és akkor erre a videóra ennyit. Ez már nekem nem volt az, ami a 3210 meg a 3310 volt. Ez valahogy egy kicsit ilyen tömegebb lett. Persze a 3310 is full-full tömeg volt, de
Ugye valószínű a gumigombok, meg talán olcsóbb is volt sokaknak, hogy meg ez inkább már ilyen az idősebbek telefonja volt. Nézzük a zenéket. Mik vannak itt? Hangszerkesztő. Kicsit a hangerőből, hogyha lejjebb vennénk, az nem lenne egy rossz dolog. És mindegyik ötösön van. Jó. Na nézzük csak meg. Azt mondja, hogy... Na, hol van már? Extrák. Szóval. Macska. Búba mara. Na jó. Na jó van, srácok, erre a videóra ennyit. Most ezt lehet, hogy itt is hagyom, legalább ez az egy akku töltsön fel. Pláne, hogyha beledugnám a töltőt. Ja, ez még tölt is. Hát, ez meg itt, ez megint gondolom meg van fagyva. Ennek valószínű a háttértár ment gajra. Na mindegy. Na ez most csak tényleg egy ilyen kis telefon simogató volt, gyerekek. Írjátok le a kommentbe, hogy nektek mi a kedvenc retro telefonotok. Na, sziasztok!